és köszönöm a lehetőséget. Azzal indítanám a 15 perc, az persze a téma kifejtésére nem elegendő, de tudomásul veszem, hogy az első két előadás rendkívül érdekesség és hosszúsága miatt máshol is lehetőség. Az a paradox helyzet állt elő, hogy az első két előadó, Vörös József és Meleg Attila, kizárólag a tudomány területén és nem a politika területén tevékenykedik. Ennek következtében olyan előadást tartottak, amely a napi politikát a lehető legjobb értékben érinti. Ezzel szemben, aki a tudomány és a politika között próbálom valahogy sátmagomat elhelyezni, olyan előadást vállaltam, ami kizárólag elméleti lesz, és a napi politikát nagyon érintőlegesen fogja csak felvetni, de azért lesz benne ilyen is, különösen a végén. Azzal kezdeném, hogy a téma az integrációs sémák Polányinál, illetőleg a világrendszerelmélet és inkább a marxi társadalmi forma elmélet milyen kapcsolatban állnak egymással. Ez egy rendkívül elméleti jellegű megközelítés, de azzal kezdeném, amit már felmerült, hogy az integrációs sémák persze nem tiszta történelmi modellek, mert kevertek, de azért mindegyiknél megvan a domináns túlsúlyos elem. A reciprocitás, ahogy ezt aztán Wallerstein a sák rendszerébe áttette, megfelel a mini rendszereknek. A redistribúció, megint csak áttéve Wallerstein konstrukciójába, megfelel a világbirodalmaknak. A piaci rendszer pedig teljesen evidens, hogy a tőkés világgazdasággal adeptál. Itt az összeegyeztetésnek nincs meg az az alap problémája, ami viszont az integrációs sémát és a marxi társadalmi forma elmélet esetében azonnal megjelenik, mert ott a megfeleltetés ezen a módon egyáltalán nem lehetséges. Ez azzal kezdeném, hogy Polányi Károly nagyon fiatal korában szeretett verekedni, és szeretett politizálni, meg azért az elmélettel is foglalkozott. Csunderlik Péternek a Galilei körről szóló rendkívül kiváló munkája megemlíti azt, hogy Polányi Károly nagyon fiatalon, már 1908-ban visszaemlékezések szerint elfordult a marxizmustól. És ez annak ellenére így van, hogy később ő foglalkozott a gazdasági filozófiai kéziratokat, 40-es években, és nem volt azért a marxi gondolat tőle annyira idegen, de az ő integrációs sémái és a piac fogalma, ahogy ő használja, az teljesen más, mint ahogy Marxnál az árucsere, az árutermelés, a kapitalista piacgazdaság elméletileg fel van építve. Teljesen egyértelmű, hogy Polányinak a piac fogalma az lényegében az osztrák neoklasszikus gazdaság felfogással adekvált. Tehát amikor ő piacról ír, akkor a neoklasszikus osztrák közgazdaság iskolának, Mengernek, Böhmbauernek és másoknak az elméleti kategóriáiból indul ki, a határhaszon elméletből, és soha nem foglalkozik, vagy csak nagyon érintőlegesen a Ricardói Marxi munkaérték elmélettel, tehát amikor ő kapitalizmusról ír, akkor az nem a marxi tőke viszonyon alapuló kapitalista gazdasági berendezkedési leírás, hanem amikor ő azt állítja, hogy a munkaerő, a föld, fiktív ára, stb., akkor lényegében valamilyen módon elég erőteljesen kapcsolódik, illeszkedik a neoklasszikus tételekhez. Ez világosan látható akkor, amikor például az indiai kizsákmányolást emlegeti, mondván, hogy ott nem a magas árak, hanem az alacsony árak okozták abban, hogy az Marx és mások is sokszor leírták, például az indiai kézműiparnak a teljes tönkremenetelét, és ha már az előző előadásokon is kapcsolódik, az ottani éhínséget is befolyásolta nagy mértékben. Polányinak abban 100%-osan igaza van, hogy egészen másképp működik a prekapitalista, és tulajdonképpen bizonyos értelemben a posztkapitalista társadalma gazdasági rendszere, mint a kapitalizmus.
Ilyen értelemben, tehát Tolányinak a megközelítése a marxi társadalmi forma elmélet és a marxi politikai gazdaságtan keretei között is annyiban relevánsra tekinthető, hogy nem a kapitalizmus kategóriái, mozgástörvényei húzza rá az írott világtörténelem egészére. De ha megnézzük, hogy Polányi hogyan jellemzi a prekapitalista társadalmat, szerinte nagyon minimálisan piaci jellegű, vagy sokszor piacmentes működését, akkor bár ide a történelmi tényekkel, mint a marxi elmélettel való szembenállás teljesen egyértelműen kimutatható. Az, amire én ebben az előadásban vállalkozom, az tudományosan nincs igazán felépítve, mert néhány hete foglalkozom a témával, bár számos vonatkozásával azért korábban is találkoztam, hogyan lehet a piac működésének a társadalmi forma meghatározottságát marxi alapon kimutatni úgy, hogy közben az Polányi elméletének etére felhasználható elemeit is az elemzésben hasznosítsuk. Marxnál magánál a társadalmi forma meghatározottság döntő kategória, de a piacgazdaságnak, az árutermelésnek a forma meghatározottsága a Marx életműben tulajdonképpen is kimondva. Van a Grundrisszel magyar kiadással első kötet 73. oldalán egy rendkívül fontos mondat, amely úgy szól, hogy az ár is és a csere is régi dolog, régi kategória, nem szó szerint mondom, ez a lényege, de az, hogy az árat, a termelési költséget későbbi kifejtés alapján a munkaráfordítások határozzák meg, illetőleg, hogy az árutermelés, a piaci viszonyok minden termelési viszonyon túlnyúlnak, ez teljesen kifejlett formában csak a kapitalizmusra jellemző, szemben Adam Smith-szel írja itt Marx, aki azt gondolta, hogy ez a történelmi kezdetén van itt, valójában ez a történelmi fejlődések egy meghatározott terméke. Ha ezt a definíciót nézzük, akkor ebből az derül, hogy a prekapitalista társadalmak esetében a marxi megközelítés miközben a tulajdonformánál és a munkamegosztásnál igen radikálisan különbséget tesz az általa felvázolt három prekapitalista termelési mód, az ázsia termelési mód, az antikvitás és a germán tulajdonformán alapuló nyugat-európai feudalizmus között. Mindez a különbségtétel az árutermelésnél hiányzik. A marxi disztinkció lényege, ami aztán különösen a szurkritikben és végintább a tőkében jelenik meg, egyszerű árutermelés és tűntés árutermelés között, ezt a problémát nem oldja meg. Tudjuk, az egyszerű árutermelés az nem az egyes prekapitalista társadalmi formák jelentetessége, hanem egy elméleti modell, ami különbözhet természetesen egymástól az egyes prekapitalista formákban, de ez rögtön hozzá kell tenni, ez az elméleti modell azért leginkább a kapitalizmus legkorábbi szakaszára jellemző, amikor Barcsúgy jellemzi az adott társadalmat, Nagy-Britanniáról, illetve akkor még csak Angliáról van szó, hogy ezzel más, mint az önmagát felszabadító munka a világban, amelyik már nem feudális, de még nem kapitalista, de ez egy modell, ami a történelmi valóságban így ebben a formában nem létezik. Polányinál egy alapvető probléma, hogy a prekapitalista társadalmakban a szimbolikus cserét állítja előtérbe, és nem a gazdaság. Mit jelent a gazdaságtól való függetlenség? Mit jelent a társadalmi beágyazottság, amit kérdésként az előző blokk végén felmerült? Földes Lászlónak egy a témakörben írt, és az eszméletben nemrég újra megjelentetett cikkére hivatkozni. Földes László úgy értelmezi a gazdaság társadalmi beágyazottságát ebben a 70-es évek közepén írt a világosságban megjelent tanulmányában, amelyet itt előbb említettem az eszmélet másodközölt nemrég, hogy ennek két meghatározó aspektusa van. Az egyik az, hogy nem erre a célra létrejött intézmények keretében zajlik a gazdasági tevékenység, hanem például a családban, a nagycsaládban, törzsben, faluközösségben, stb. Tehát nem par excellence erre a célra létrejött gazdasági intézményekben, mint amilyen például a manufaktúra, a gyár és máshez hasonló. A másik ilyen elem, ami a társadalmi beágyazottságot jelzi, és azt fejezi ki, az, hogy nem csak a csere kapcsolatok
állnak a háttérben a gazdaság működése során, hanem számos más tényező, de a reciprocitás, redisztribúció említették természetesen elsősorban. Marci terminológiára átfordítva ezt én úgy fogalmaznám át, hogy a társadalmi vágyazottsága a gazdaságnak nem más, mint a Marci értelemben vett gemenyvégzeneknek, illetve azt megelőző formáknak a létezése. Tehát még nem megy végbe az a fajta individualizáció, nem megy végbe az eredeti közösség formáknak az a feloldás, ami ázsiatermelési módon, antikvitásban, germán formán alapuló nyugati feudalizmusban meghatározó. Tehát ennek a közösségforma konstrukciónak, struktúrának a keretében zajlik a gazdasági tevékenység, de Marxnál a termelési mód a meghatározó, tehát ott sem arról van szó, hogy a társadalmi vágyazottság felülírja a gazdaságot, hanem ott a gazdaság működési módja teljesen más. Polányinál pedig az az alapprobléma, hogy nála, amit előbb már említettem, a szimbolikus csere felett áll a használt értékre irányuló cserének. Ugye a Marci megközelítésben különbség a használt értékre irányuló csere és csereértékre vagy értékre, illetve valójában profitra vagy értéktöbletre irányuló csere között. Polányinál használt értékre irányuló csere, mint nem gazdasági jelenik meg, miközben valójában gazdasági. És ezzel összefüggésben Polányi azt állítja, hogy a prekapitalista társadalmakban hatóságilag rögzítettek az árak, a piac a redisztribúció keretei között tevékenykedik, és eljut odáig, hogy a Judás 30 ezüstje az valamilyen régi egyenértékes, amely több száz éve van, több ezer éven keresztül például a mezopotámiai társadalomban jellemző volt. Károly Bincsi tárgatólag 1973-ban a világosságban nagyon fontos írás jelentetett meg a mezopotámiai ázsiai termelési módról, Igor Brajovics Gyakorovnak a munkásságát értékelve, bár ott a piac problematika teljesen alárendelt. Mezopotámiai adatok azt mutatják, két újabb szerzőre hivatkozik, akik messze nem marxisták, teljesen távol állnak ettől, és Polányit is elutasítják. Az egyik az a Vargas Péter, aki egy szénmonoxid mérgezés következtében ült el, és igen jelentős munkásságot fejtett ki az árak és a pénz mezopotámiai jellegzetességeiről. A másik pedig Vér Ádám, aki az újasszír birodalomról írt könyvet jelentetett meg 2018-ban. Mindketten azon a véleményen vannak, hogy Polányi munkássága nem használható. Ez idény szerint kevésbé jelenik meg a Vargasnál, teljesen egyértelműen megjelenik Vér Ádámnál, akinek az az álláspontja, hogy az egész történelmileg tudományosan használhatatlan. Abban viszont mindketten azonos állásponton vannak, hogy a keresett kínálat árnyalizmusnak a kapitalizmusra jellemző sajátosságai azok Mezopotámiában ugyanúgy működnek. Tehát el kell határolnunk magunkat szerintem egyfelől Polányinak attól az állításától, hogy ott nincs piac, nincs árucsere, vagy ha van is teljesen alárendelt és hatóságilag szabályozott, de a másik oldalon pedig attól a felfogástól is, hogy tulajdonképpen a közgazdaságtan neoklasszikus formulája az ugyanúgy érvényesül úgy első, második és harmadik dinasztiája alatt, mint az Egyesült Államokban 2020-ban, most ezt a konkrét évszámot említsem meg. Azok az adatok, amelyeket Vesovan Vargas Péter dolgozt fel, azt mutatják, hogy nem volt meghatározott évtizedekig, de talán évszázadokig azonosak az árak, hanem egy adott éven belül állandóan ingadoznak. Ugyanakkor önmaga is egy lábjegyzetben kénytelen megemlíteni, hogy a gazdaság túlnyó részét nem az árucsere jellemzi, hogy az ott élő népesség túlnyó többsége nem a piacon szerzi be a javakat, és azt is kénytelen elismerni, hogy lényegében az önállátó nem jut el addig, hogy itt a Marx értelemben vett földközösségi, falközösségi gazdaság működését vizsgálja, ezek determináns tényezők. Nagyon röviden, az a konstrukció, amit az által bevetett szerzők bemutatnak, azt jelzi, hogy valóban a kereslet, a kínálat és az árnyalatizmus működik, mégpedig oly módon, hogy az aratást követő időszakban az árak esnek,
vagy amikor már az aratás közelébe jutunk, de még nem történt meg, akkor az árak emelkednek, hogy jellemző az, hogy mondjuk az árpának és az atolyának a árviszonyai hogyan alakulnak. 145 évet említ Vargyas a könyvében, amelyből 46 évben átlagot számítva a atolya volt drágább, és 99 évben pedig a árpa volt a drágább, de ez egész egyszerűen csak azzal magyarázza, hogy az emberek inkább vették azt az élelmiszert, ami árpalisztből készült, mint amennyi készült datolyalisztből, és jobban a rövid távú mozgásokat ezt határozza meg. Hosszabb távon azonban a munkaérték elmélet egyes elemei is, például a mezopotámiai gazdaságban kimutathatóak, és ezt maga a Vargyas is felveti a könyvében, nem elemző, hogy eltek ki a háttere. Tudnék, az egy kurum 180 liter, korábban 300 liter, egyes időkből a 150 liter, ott ugye nem súly van, hanem űrmérték szerint állapították meg a gabonárakat. Az bizony úgy alakul, hogy az egy szívű medüstért megvásárolható gabona litere, az hosszú távon erőteljesen csökken, és itt viszont azt kell figyelembe venni, hogy maga az ötödéses mezőgazdaság tönkre teszi a saját hozamait, és a korábbi nagy hozamok és az egyegységre jutó munkamennyiség alacsony szintje az alacsony árat eredményez, aztán évszázadok, sőt évezredek eredményeképpen, ahogy romlik a talaj termelékenység és az egy termékenységre jutó munkaráfordítás az radikálisan nő, akkor ez az árak, ha nem is állandó, de hosszabb távú trendet figyelembe véve emelkedéshez vezet. Ezzel én lezárnám Mezopotámiát, rendkívül érdekesen ezzel tovább foglalkozni, és az a kérdéshez is visszavezet, amit az előbb a Grundy széből vett rövid idézet kapcsán említettem, vizsgálandó, hogy van a munkaérték elméletnek relevanciája ezekben az időszakokban, vagy nincs relevanciája, ez egy eldöntetlen kérdés, és szerintem nekem egy-két kutatónak, hanem sok mindenkinek a munkásságát megkövetelni hosszabb távon. Nagyon röviden, a föld árú volt természetesen mondjuk a római köztársaságban, a principátusban és a dominátusban egyaránt, tehát az a Polányi féle tétel, hogy a föld nem árú, csak a kapitalizmusban, az nem igazán megalapozott, mondhatnám teljesen téves. Ugyanakkor viszont Polányinak azok az állításai, amelyek a kül- és a belkereselem szétválasztására, a kereselemi kapukra vonatkoznak, az Mezopotámiában is, az ókori kelet vásárlóiban és későbbi ázsiai termelési módokban is, azért elég erőteljesen meghatározó, elég erőteljesen jellemző. Végezetül Tőkei Ferencnek a antikvitás és feudalizmus könyvében írt néhány mondat, amelyben különbséget tesz a mediterrán déli úgynevezett piaci és a germán formára jellemző északi úgynevezett vásáros kereselem között, az is a forró meghatározottságok területén egy jelentős szempont, vizsgálandó, kutatandó téma, hogy a közelítő kereskedelem mikor válik luxusárú kereskedelemből, távolsági tömegárú kereskedelemből, egyébként Parzsibon Pál 1968-as írása ezt nagyon szépen, nagyon jól kimutatja. És hol egy visszacsatolás azért az aktualitásokhoz. Először is abból indulnék ki, hogy az államszocializmusok piacgazdaságok voltak. Egyértelműen azok voltak például Magyarországon a mechanizmus reform után, egyértelműen az volt a jugoszláv önigazgatási rendszerben, és minden vita és minden tagadás ellenére többi szocialista országra is, ha nem is ugyanilyen mértékben, de jellemző volt. Tehát amikor végbe megy a rendszerváltás, akkor az én értelmezésemben nem arról van szó, hogy a redisztributív bürokratikus rendszert, hogy a napokban elhúnyt Kordai János azokat a szisztémákat sok mindenki más mellett jellemezte, felváltotta a piac által, szabályozott a piac által integrált tőkés berendezkedés, melyikől, mint Kordai nemrég mondta, ő maga sokkal többet várt, mint amennyit valójában ez a váltás hozott, mondta röviden halála előtt, hanem olyan piacgazdaságok, árutermelő gazdaságok voltak, amelyek szerintem két alapvető szempontból különböztek a kapitalizmustól.
az egyik az, hogy nem volt bennünk tőkepiac, ezért a piaci reformerek számára csökkeményesnek tűnt. 1984-től merült fel a akkori újabb mechanizmus reformulámokban, hogy a tőkepiacot is be kellene hozni. Ez a Tardos Pártonféle holding szisztéma. Tehát teljesen egyértelmű, hogy itt arról van szó, hogy nem piacgazdaságot vezettek be, hanem a kapitalizmus restaurációval, a polgári társadalom restaurációval a tőkés piacgazdaságot állították helyre, valamilyen nagyon csökkeményes szocialista piacgazdasággal szemben. A másik pedig, hogy a menedzsment nem a saját tőkét rugászta be, ennek következtében, amit Kornay Puha költségvetési korlátnak nevezett, az áttéve a marxi terminológiába, vagy akár a Ricardói terminológiába is úgy lehetne jellemezni, hogy ezek a piacgazdaságok ugyan profitorientáltak voltak, de nem profit ráta, hanem profit tömeg orientáltak, ezért is korlátja a felhalmozási hajlamnak, mert nem nézi a menedzsment, hogy a lekötött tőkére nézve a profit százalék valójában hogyan alakul. Ilyen értelemben tehát a rendszerváltás is értelmezhető. Végezetül pedig mindenhez azt hozzá lehet tenni, hogy mai tudásunk szerint a szocializmusa, vagy létrejön egyszer világi rendszerben, szerintem létre fog jönni, de nem a következő évtizednek lesz a programja, hogy nagyon sokat az új szocializmus erdő oldalon meg máshol látni szeretnék, akkor az én értelmezésemben az először piacgazdaság, ez szocialista piac, de szemben a mechanizmus reforma, amelyik a kapitalizmust akarta modellezni, szimulálni kapitalisták nélkül, ez nem a profit, hanem hozzáadott érték maximalizálására kell, hogy irányuljon, tehát nincs meg vagy benne eljövendőben a bér és a profit közötti különbség, hanem az erőforrások és a teljes hozzáadott érték viszonya lesz a meghatározó, amennyiben majd megszűnik az élő munkának az a szerep, amelyik értéktöbletet, illetve valójában új értéket termel, akkor lehet átlépni a szocializmusnak egy magasabb szintjére, de erről nem mondanék többet, mert hogy Marx és Engels írták a német ideológiában, nem a jövendő vacikonyájára akarnak receptet írni, és köszönöm a figyelmeteket, és 15 percet nem tudtam betartani, de azért talán nem léptem túl. Mindaz, amit elmondtam, egy kutatási hipotézis, ami alapján szükséges majd az egész tematikát kidolgozni, és Antal Attilának érzem, hogy a tematikát ki tudom dolgozni, nem biztos, hogy egyetleg meg tudom oldani, de bízom abban, hogy talán igen, ez például számára felajánlanám cikkét. Nem tudom, hogy mikor fogok dolgozni rajta. Köszönöm.